4. Kelet Underground tehetségkutató, elődöntők, 2013. október 12 és november 2, Debrecen Dark Klub, 2013. október 19, Balmazújváros, Baki Klub Kávéház. Mindhárom rendezvényen kaponyítás 17 óra és a belépés ingyenes. Gyertek és támogassátok a zenekarokat jelenlétetekkel és szavazatokkal. Részletek keletunderground.hu. Sziasztok, ez itt a Kelet Underground rádiós műsor 21. adásra, én Pap Misi vagyok. Legfőbb témánk a 4. Kelet Underground tehetségkutató, és azon belül is a elődöntők, ugyanis most 12-én megrendezésre került a Debreceni Darma Klubban az első elődöntő, 9 zenekarral, lényegében 8 zenekar lépett fel végül, az I Am The Least nélkül, és meg is történt a zsűri értékelése, és ott pedig tovább jutott a december 7-i ugyancsak Debreceni Darma Klubos döntőbe a nyírbátori Draw, a debreceni Mag és a békéscsabai Deviant zenekarok. Közönségszavazást a Draw nyerte, így a Cabin Láz és a Corwood, azaz a második-harmadik helyezettnek van esélye még esetleg vigaszágon tovább jutni a döntőbe. Ugye itt 6 zenekar lesz, hogy 2-2, ugye a 3 elődöntőből, akik a közönségszavazáson jól szerepeltek, és abból fog kiválasztani, abból a 6-ból a zsűri 1-et, akik vigaszágon tovább jutnak, és akik pedig egyeneságon jutnak tovább, az pedig 3-3 zenekar lesz, így lesz összesen 10 zenekar. Szeretnétek informálódni erről a rendezvényről, vagy egyéb más eseményekről, akkor a keletunderground.hu oldalat nézegessétek. Rengeteg információ található a fellépő zenekarokról, illetve a Kelet Underground Facebook csoportba is lehet taggá válni és felrakni információkat, olvasni információkról, koncertekről, tehát érdemes nézelődni. És akkor mi lehetne más a fő téma, mint a második elődöntő, azaz ami október 19-én szombaton lesz, Balmazújvároson, a Baki Klub Kávéházban. Mindenkit várunk ott és szeretettel, ingyenes a belépés, 6 órás pontos kezdés várható, körülbelül 11-ig fog tartani a rendezvény, és 9 zenekar várható, és ezektől a zenekaroktól hallgassunk meg most egy-egy számot. Az első blokkban a Recall, a közönséges hangok, az Orha Style, az As Far As I Remember és a Living's Tale-től hallottunk egy-egy számot, utána pedig majd következnek még a további fellépők, és ez egyébként időrendi sorrend is, fél órás bontásban 6 órától fél óránként lesznek ezek a zenekarok pont ugyanebben a sorrendben. Kelet Underground. – 2013. október 19-én szombaton este 7 órai kezdett el a debreceni Cup Time Music Clubban Tribute Est, tisztelgés a következő zenekarok előtt: Halloween, Manowar és Wall Beat. Cup Time Music Club, Debrecen, Dom utca 1. További info www.debrok.hu. Debreceni Cup Time Music Clubban 2013. október 26-án szombaton este 8 órai kezdett el Skaffanders Prello Windbully. Fellépnek az idén 10 éves Skaffanders, a Sexy Rodeo, a Wide Rhythm Smokers és az Outrage. Cup Time Music Club, Debrecen, Domb utca 1. További info www.debrok.hu. De a portékának célba kell jutnia. Annyi mindent megírtál, fejemben szanaszét hever minden. Egy szél nyomok előttem, hogy visszahozzam az egészen. lassan vár a szívem, eloszlik minden bánat. Fogd meg a két kezem, kérlek ne menj el, fogadj el, maradj itt is, ne dobjál mint egy szemetet a munkába. Ilyet senki sem kívánna, tudunk, sokszor volt a bunkunk. Elnézést kérek tőled, lehet te is közre játszol. Gondolkodja mélyen, nem akarok veszekedni, de ha nincs igazad, muszáj. Megmondom a véleményem, ilyen vagyok kár. Nem vagy az egyetlen, mi könnyen megért engem. Támogatsz majd mindenhol, szorít a két kezem. Kérlek ne menj el, fogadj el, maradj itt és ne rúgja mindegy szemetet a kukába. Ilyet senki sem kívánna, tudom, sokszor voltam bunkunk. Elnézést kérek tőled, lehet te is közrejátszol. Gondolkodja mélyen. Királladom, végére érek, elfelejtek mindent. Egy valami jut eszembe, szeretlek téged. Kérlek ne menj el, fogadj el, maradj itt is, ne rúgjál mint egy szemetet a kukába. Ilyet senki sem kívánna, tudom, sokszor voltam bunkunk. Elnézést kérek tőled, lehet te is közrejátszol. Gondolkodja mélyen. Kérlek ne menj el, fogadj el, maradj itt is, ne dobjál mint egy szemetet a kukába. Ilyet senki sem kívánna, tudom, sokszor voltam bunkunk. Elnézést kérek tőled, lehet te is közrejátszol. Gondolkodja mélyen, kérlek ne menj el, fogadj el, maradj itt is, ne dobjál mint egy szemetet a kukába. Ilyet senki sem kívánna, tudom, sokszor voltam bunkunk. Elnézést kérek tőled, lehet te is közrejátszol. Gondolkodja mélyen. Kelet Underground. Kelet Underground. Ez teljesen hülye! Keresek magamnak új utat, menekülök minden elől, Bújtok, nopi nyomom kihűl, talán még várnak rám valahol. Addig szívem zakatol, menekülök minden elől. Bújtok, nopi nyomom kihűl, talán még várnak rám valahol. S az éjszaka csóklaik ajkamon. Kelet Underground. ...2013. október 19-én szombaton este 7 órai kezdett el a Debreceni Captain Music Clubban Tribute Est, tisztelgés a következő zenekarok előtt: Halloween, Manowar és Wall Beat. Captain Music Club, Debrecen, Domb utca 1. További info www.debrock.hu. Debreceni Captain Music Clubban 2013. október 26-án szombaton este 8 órai kezdett el Skaffanders Prello Windbully. Fellépnek az idén 10 éves Skaffanders, a Sexy Rodeo, a Wide Rhythm Smokers és az Outrage. Captain Music Club, Debrecen, Domb utca 1. További info www.debrock.hu. De a portékának célba kell jutnia. Kelet Underground. Igen, ez még mindig itt a Kelet Underground rádióműsor, a Recall, a közönséges hangok, az Orha Style, az As far as I Remember és a Living's Tale-től hallottunk egy-egy számot, akik október 19-én a Balmazújvárosi Baki Klub KB-házban fognak fellépni, pont ebben a sorrendben, 18 órás kezdéssel. Ingyenes belépő, várunk mindenkit szeretettel. Természetesen nem csak ez az 5 zenekar fog fellépni, hanem lesz még a Fake Illusions, a Ghost Toast, az Instant és a Mindwalk nevű formációk. Már az előző adásban hallható volt a Fake Illusions-től egy interjú, ezt most meg fogjuk ismételni. A Debreceni Roncs bárban készült közvetlen a koncertjük után, és egyébként ez egy Leander Rising előtti fellépés volt, és sok érdekesség hallható, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást hozzá, és hát várunk mindenkit akkor egyébként az október 19-i Baki Klubba. Senki ne feledje, hogy november 2-án pedig a harmadik elődöntő lesz, ami megint csak a Debreceni Dalmaklubban lesz látható. És 2 hét múlva akkor találkozni is fogunk újra ebben a műsorban, hogyha ti is úgy akarjátok, és a következő 9 zenekarnak a felvételét fogjuk meghallgatni, friss információkat az eddigi eseményekről, úgyhogy érdemes velünk tartani. Köszönöm szépen a figyelmet! Pap Misi voltam. Sziasztok! Kelet Underground. Negyedik Kelet Underground tehetségkutató, elődöntők, 2013. október 12 és november 2, Debrecen Dalmaklub, 2013. október 19, Balmazújváros, Baki Klub Kávéház. Mindhárom rendezvényen kaponyítás 17 óra és a belépés ingyenes. Gyertek és támogassátok a zenekarokat jelenlétetekkel és szavazatokkal. Részletek keletunderground.hu. Köszöntöm a Fake Illusions tagjait, itt a Roncs bárban, nemrég játszottatok, de először is kezdjük az elején, meséljetek egy kicsit maga a zenekarról. Sziasztok, én Gábor Szabolcs vagyok, Fake Illusions egyik gitárosa. A zenekarunk 2009-ben alakult, igazából nem terveztük, hogy zenélni fogunk, aztán mégis összefújt minket a szél. Csatlakozott hozzánk egy basszusgitáros, mert először csak 3-an voltunk, 2 gitár meg dob. Én. Így van, ő Makai Imre, Jim Becen évre hallgat, és elkezdtünk zenélgetni, majd nem is olyan sokkal később részt vettünk az első Kelet Underground tehetségkutatón, ahol közönségdíjasok lettünk, így nyertünk egy fellépést a Bakiba, amivel még nem éltünk, de majd egyszer biztos lesz rá alkalom. mert akkor is pozitív visszajelzések jöttek azért rendesen, és akkor én még bőgőztem, és hát tulajdonképpen egy olyan 3 héttel ezelőttig bőgőztem egészen. Közben próbáltam énekelgetni, volt egy-két bulink, itt is voltunk Pesten, Vágóhíd villa, a Szenetáborban, és akkor végül is hát megmaradtam énekposztom, és a Fekete Zolit, az ex-Groundhillert, basszusgitárosát vettük be most egy bőgő pozícióra. Aki most debütált. Most debütált ezzel a koncertre. Jó. Egész jó. Már voltak itt utalások, hogy volt különböző tábor, meg egyéb lehetőségek, akkor meséljetek az elmúlt időszakról. Igazából a zenetábor ötlete onnan jött, hogy én elkezdtem járni Vörös Attilához gitározni, mert a gitártudásom az nagyon csekély, de a groove metalhoz iszonyatosan elég. Na jó. Aztán hallottam, hogy lesz egy ilyen zenetábor, amit igazából ők szerveznek, és mindenféle tekintetben egy jó lehetőségnek láttuk, hogy elmenjünk oda, ahol igazából nagyon sokat tanultunk, és az egy hét alatt persze ittunk azért bőségesen, tehát mondjuk saját nememben nem beszéltek, mert vezettem. Az egész az alapja az az volt, ugye, hogy mi instrumentális zenével kezdtünk annól 2010 áprilisában, és ugye hát most váltottunk át a groove, post-thrash metálos, machine head-es beütés zenére, és hát tényleg csak újvárba vágottunk össze, hogy hobbizenészként, és azért ott elég jó lehetőség nyílt arra, hogy elég neves arcoktól, Kovács Zolitól, Depiből, nála voltam bőgőzni, és szóval az alapvető technikai tudást azért ezt megkaptuk. Elég sokat húzott a zenekaron, egy ideig aztán persze elfelejtettünk mindent úgy, ahogy volt. Lendületet adott, és akkor ott is nyomtunk egy saját bulit, és végül is megmaradt a jó barátság, megmaradt az összekötetés Attisékkal és Leanderrel, és hát végül is azért vagyunk itt ma este. Ennek köszönhetően is, meg azért is, mert tényleg összeszedtük magunkat, és az instrumentálba átváltottunk egy ilyen populárisabb groove-os, zúzós témára. Volt esetleg más koncertetek már velük, vagy ez volt a legelső így? Igazából ez az első koncertünk így velük, viszont nem az utolsó, ez teljesen biztos. Ezzel kapcsolatban még amit tudnék mondani, hogy én játszom egy másik zenekarban, és most már hivatalosan is kijelentetem, a Hello Live zenekarban, ami egy Machine Head Tribute, tehát tudni kell azért rólam a zenekarból, hogy abszolút Machine Head fanatik vagyok. 2009-ben volt a Fezen Fesztivál, ahol lehetőségem nyílt igazából lepacsizni a zenekartagokkal, sajnos Rob Flynn aludt, de az összes többivel igen, és elmondhatatlan érzés volt. Tettek egy ígéretet is nekünk még akkoriba, hogyha legközelebb Bécsbe koncerteznek, akkor várnak minket nagyon szeretettel a színpadon egy szám erejéig. Hát akkor ezt ki kell használni, ezt az alkalmat. Azóta tartottátok a kapcsolatot velük e-mailben esetleg, vagy valamilyen formában? Igen, én Facebookon szoktam beszélgetni Phil Demellel, illetve a most már ex-basszusgitárosokkal, Adam Deuce-szal. Abszolút jó fejemberek. Igaz, ritkán reagálnak, de öröm látni, amikor írnak. Nézzük a jelent. Ugye most fejeztétek be a koncertet, hogy éreztétek, milyen volt? Az első alkalom egyébként, hogy Roncsban játszunk, szerintem Debrecenben már szerintem minden helyen játszottunk. Összevisznek, hát főleg ugye itt környéken, és tényleg ez volt az első alkalom, hogy azért ugye Leanderrel, nagyobb közönség előtt összeszedetten, saját számok, a saját énekkel kidolgozottan, nem instrumentálban, tehát jól felépített dolgot próbáltunk előhozni mára, aztán meg hát ezeknek a hogy is mondjam, nem az archiválással a dokumentáció, tehát maga a számoknak a felvétele, meg maga az, hogy közeljövőben kijön azért egy normális EP-nk, vagy demunk, vagy valamink, azért az már úgy folyamatban van, tehát azért... Súgok, én végére tervezzük. Dolgozunk így, persze, még kicsik vagyunk, meg most kezdtünk mégis ezen az úton elindulni, hogy rendszeresen koncertezzünk, és tényleg saját összetett témákat írjunk. Most már véglegesen kihagytátok az instrumentál számokat, vagy azért még fel lehet majd lelni őket? Szerintem azért van egy-két olyan szám, ami nagyon jól sikeredett még annó, amikor kezdtük, és instrumentális, és én azt nagyon nehezen tudom elképzelni énekkel amúgy. Meg hát nekem is kell egy kis szusztanás a színpadon, még ők meg hagyvergődjenek ott mellett. Én meg addig iszok egyet. Szóba került itt az LP, akkor kicsit meséltek már többet arról, hogy ebben az évben meg lesz, hogy mi fogja jellemezni. Hát igyekszünk rengeteg nagy régi metalmester példájára minden fejet leszedni, ez a végső cél. Tehát szeretnénk egy erős LP-t összehozni, igazából van már 8-9 számunk, ami készen van, nem mindegyik énekeltet, van ami instrumentális, de szeretnénk összekoncentrálni azokat a számokat, amik igazából erőteljesebbek, dinamikusak. Sajnos otthoni körülmények között tudjuk elsősorban rögzíteni az EP-t, de megpróbálunk minden szakmaiságot beletenni, amit tanultunk esetleg innen-onnan. Nyilván, tudod meg, hallgatók is tudják, hogy azért jelentős egy zenekar életében az, hogy LP-t csináljunk. Ezért, mert hiába koncertezünk, hiába megyünk ide-oda, hagyunk az emberekben egy nyomot koncert által, de ez nyilván túl lenne, hogyha visszakereshetőek lennénk itt-ott, neten, Soundcloudon, Facebookon, Youtube-on, mindenhol, mert a zenekart ugye az élteti, hogy hallgassanak minket, aztán jöjjenek koncertre, meghallgassák azt, hogy milyen zen, és aztán keressenek minket tovább. Azért most is találnak információt. Azért most is vagyunk, igen, Soundcloudon, meg Facebookon, Fake Illusions néven megtaláltok. Meg pár koncert videót is Youtube-on. Felvétel mellett esetleg mostanában nagyon népszerűek ezek, hogy valami kis videót ember még gyárt hozzá, ilyenbe gondolkodtak-e majd? Igazából van egy nagyon kedves cég nekünk, akik egyik ismerősünk csinált, és hát ők mindig próbálnak rávilágítani arra, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen humorosabb összevágást esetleg, akár mellékelni ezt a kiadott EP-hez. Hajlunk felé abszolút, tehát hogyha úgy nyílik lehetőségünk, akkor nagyon szívesen előkörködünk, mert barmok vagyunk, tehát ezzel nincs gond. Hozzá kell tennünk egyébként, hogy ma este is, tehát mi hallgatjátok ezt az interjút, mert lehet, hogy megtaláltuk, ma este is voltak itt egyébként a bizonyos médiás csoporttal, és azért tényleg elég jó kapcsolatban vagyunk velük, barátok vagyunk, és azért ők is segítenek nekünk abban, hogy ne csak a hangzóanyag legyen jó, hanem majd egyszer legyen ebből egy ilyen berkes, képes összeállítás, amit volt, szerintem biztos, hogy lesz egyébként. Itt voltak a srácok ma is. Jó, hát akkor köszönöm szépen az interjút, aztán találkozunk hamarosan. Nagyon szépen köszönjük, illetve a mai koncertet is köszönjük Tóth Balázsnak, aki a Leanderék menedzsere is, és köszönjük neki, hogy itt lehettünk, és Leanderéknek is. Szóval hallgassátok őket, minket, hallgassatok sok metált. Koncertre! Így van. És tomboljátok. Mondtam el, hogy tényleg kéne már, hogy abba hagy. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed. Egy angyal még nem csinál nyarat, vagy ha mégis, remélem tetten éred. Te folyton csak tépelősz, de miért pont tőlem kérdezed, hogy nézd már meg, tollas a hátad. Megnézhetnéd magad, ha nem hiszel neked. Egy angyal még nem csinál nyarat általában. Hányszor mondjam el, hogy tényleg kéne már, hogy abba hagy. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed. Egy angyal még nem csinál nyarat, vagy ha mégis, remélem tetten éred. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed. Egy angyal még nem csinál nyarat, vagy ha mégis, remélem tetten éred. Kelet Underground.